Egészségnapot szerveztek az Öreghegyen. A rendezvény fővédnöke, Őstör Anna Mária egészségügyi tanácsnok alapvetésnek tartja, hogy a szűrővizsgálatok mellett a megelőzést ne csak akciók, hanem folyamatos programok szolgálják. Nagyon örülök annak, hogy ez most már észrevehető a városban, hogy az egészségünkkel való törődés az nem egy esemény egy évben, hanem ez egy folyamatos, koncepciózus terv, ami mentén haladunk, és szeretnénk minél több helyre kivinni a szűréseket, minél több embernek akár a lakóhelyére elhozni, valamilyen módon rávenni arra, hogy ő is törődjön többet magával. A tanácsadáshoz egy pozsonyi úti szalon biztosította a helyet. Mint a tulajdonos szervező elmondta, számukra kifejezetten fontos, hogy valamennyi generáció részt vehessen a vizsgálatokon. Nagyon reménykedtünk benne, hogy nagyon sokan leszünk, és örömmel látom, hogy minél többen jönnek az érdeklődők most már reggel 9 óra óta. Pontosan ebben reménykedtünk, hogy fontos az emberek számára az egészségük megőrzése. Dr. Hernádi Mária bőrgyógyász főorvos örömmel tett eleget a felkérésnek, megerősítette a program folytatásához és megad minden szakmai támogatást. Ez már egy hosszú távú program, és ennek úgy hiszem már részese vagyok, és háttérmunkása vagyok egy ideje, és nagyon örülök, hogy most nagyon fontos emberek felsorakoztak mellém, és úgy hiszem, hogy velük együtt már tudunk a jövőben programszerűen gondolkozni. Ez azt jelenti, úgy hiszem, hogy az egész várost és az egész környékét le fogjuk szűrni. A szakorvosok és a védőnők szaktanácsadói értő segítsége mellett bamamasszázs és bébikonyha várta az érdeklődőket.